Sziasztok, és itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban itt van négy ember, vagy négy versenyző, négy ilyen Daniskin, ami közül az egyik Dani, és az lesz a dolgom, hogy kiderítsem, hogy ki az igazi Dani. És ha már most tetszik ez a videó, akkor dobjátok egy lájkot, és egy like, egyel több esély, hogy kitalálom, hogy ki az igazi Dani. Na, és a lényeg az lesz, hogy ilyen körök lesznek, és mindegyik körbe fel kell tennem egy-egy kérdést mindegyik Daninak, aztán mindegyik körbe ki kell ejtenem valakit, aki lehet, hogy Dani lesz, és akkor vesztettem. De vágjunk is bele. Szia! Mit kérdezzünk? Kapok húst? Persze. Mennyit kapok? Na? Kíváncsi le vagyok. Ebből igazából mindenki derülhet, mert tudom, hogy ők kb. Mennyit adna. Aja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 j
dolgot mondja, hogy mennyit akarsz adni. Most van nálam 64. Na, ezzel lehet, hogy kiderül, hogy mi a helyzet. 5x64, oké, következő. Eddig te vagy az esélyes, hogy te nem Dani vagy, mert ő nem hiszem, hogyha lenne 64 húsim, akkor adna ennyit. Szóval, fehér versenyző. Kis-kis az jó kutya, és nem ártott neked soha? Erre kíváncsi leszek, mert erre igazából annyi nem tudom, hogy milyen választ várok, de úgy van egy elképzelésem, de ezt nem akarom elmondani, mert ők is hallják ugye a kérdéseimet. Na, fehér Dani, jó kutya. Volt olyan, hogy rossz kutya volt? Így sok ideig? Vagy ő így kb. Mindig jó kutya volt? Jó, oké. Egyelőre téged még nem tudlak. Sárga! Volt olyan, oké. Sárga, bácsi, néni, Dani, mit tudom én, legyél, ami akarsz. Ez jó zene? Várjál. Dun 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 dun. Jó zene volt? Hát nem. Jó? Oké, van egy elképzelésem. Sa, vagy mi zöld, barátom? Nézd, csináltál már olyat, hogy elővettél egy lávásödröt, és beledobtál sok-sok húsit. Csináltál már ilyet? Na, kíváncsi leszek. Kedves zöld. Jó, oké. Na, akkor mérlegeljük. Ő olyat mondott, amire számítottam, és ő is. Ez a kettő közül kéne döntenem, hogy ki az. Szerintem te, kedves kék versenyző, nem vagy Dani, azért is, mert nem úgy viselkedtél szerintem, mint Dani, és nem hiszem, hogy Dani a kékbe ment volna, az túl egyértelmű lett volna. Szóval, menj innen! Úgy, le oda! Nyugi, azért ne sírj, kapsz susit! Easy. Egy-egy husi. Második kör! Most pedig ki fogtok esni mind. Ugyanis meg fogom kérdezni, hogy melyik a kedvenc húsom. Várjatok, és erre nem fogjátok tudni a választ. Így. Ez a kedvenc húsom, ez vagy a kex. Malachús. Sárga barátom. Sárga barátom, hello. Na, neked egy kicsit már ilyen nehezebb lesz, mert hozzáadom mondjuk ezt. Na, malachúsi, steakhúsi, kex, vagy ilyen sült krumpli? Erre kíváncsi leszek. Jó, oké. Te, zöld versenyző, neked egy másik kérdést teszek fel akkor. Várjál. Nincs ilyen. Nem már. Hogyha látsz kettő darabját, ide nézd. Egy ilyen elitrát, meg egy ilyet, akkor mi jut az eszedbe? Hogyha egy ilyen tűzijátékport, vagy nem tudom mi ez, egy elitrát látsz. Repülés szerintem.
Az a helyzet, hogy nem tudom. Mert lehet, hogy ezt mondaná. De szerintem, aki kiesik, az nem más, mint a fehér. Menj hátra és buszlakodj a másik Danival. De kapsz egy elitrát, de meg tűzi játékot. Ja, rip. Na, akkor most jön az legérdekesebb kör, amikor eldől ugyanis, hogy ki az igazi Dani. Mit kapok, ha nyerek? Hát igazából nem tudom, azt hiszem 10.000 forintra megy a pálya, de úgyis én fogok nyerni, szóval ezen ne gondolkozz. Valami jó kéne. Aj, nem tudom. Ne, ad ide, enyém. Nem, van egy tök jó kérdésem. Kedves Sárga Dani, jó tanuló vagy? Erre kíváncsi leszek? Nem. És esetleg te zöld tanuló? Milyen tanuló vagy? Mennyire vagy jó tanuló? Mennyire vagy rossz tanuló? Vagy ilyesmi. Rossz. Nem tudom, melyiket mondaná, hogy nem. Vagy hogy rossz. Nem tudom. Én közbe kezd esteledni. Jó, oké, van egy jó kis kérdésem, erre kíváncsi leszek, ebben lehet, hogy kiderülnek a dolgok. Legalábbis nagyon remélem, mert nekem kéne az a pénz. Sárga Dani! Gyémánt vagy smaragd? Most ez így igazából ilyen körönkívüli. Smaragd. És te? Gyémánt vagy smaragd? Gyémánt. Dani azt hiszem soha nem értett azzal egyet, hogy a smaragd, azaz az emerald, az egy értékes érc, pedig ritka és értékes, és falusiakkal lehet vele nagyon jól csereberélni. És mindig a gyémántot istenítette, mert hogy abból ilyen gyémántcuccok jönnek, meg ilyesmi. Szóval szerintem az igazi Dani az nem más, mint... Nem tudom, írjátok le kommentbe, hogyha ti tudjátok, hogy melyik az. Még előttem írjátok le így a tippeteket, és utána meglátjuk, hogy beválik-e. Szóval, az igazi Dani szerintem a zöld! Te menj innen! Menj innen! Kapsz emeráldot! Tam! Szia! Te vagy az? Igen, szia! Easy! Köszi szépen a 10.000 forintot, ha! Noob! Jól van, na, de amúgy hogy derítetted ki? Hát, hallottad a kérdéseket, nem? Hát jó, de akkor is biztos csaltál valahogy. Hogy csaltam volna, Mimizi? Megvizsgálom a szemedet, hogy jól tudom én? Előtt. Nem tudom, ezek gagyi dublőrök, nem tudják, hogy milyen vagyok. Gagyi dublőrök? Hát, rip. Ja, na mindegy, rip. Ez a videó ennyi is lett volna. Én nyertem, mert én vagyok a király, és ennyi Dani van, és van, köszönöm. Szóval én kis voltam, és itt volt velem Dani, most már nem tudom melyik vagy. Négy darab, az összes Dani egyszerre. Sziasztok! Sziasztok!